megújuló energiaforrások felé nyitnak, letették a Békéscsabai napelempark alapkövét. A Kárpát-medence minden pontjáról érkezett pállat összeöntötték a nemzeti összetartozás pálinkáját. Holló Jankó, új mágikus táncjáték a Békéscsabai Jókai Színházban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Csütörtökön ünnepélyes keretek között tették le a Smart Grilled rendszer első ütemének részeként a Békéscsabai napelempark alapkövét a vívócsarnok mellett. A Modern Városok program segítségével a megyeszékhelyen komplex energetikai rendszer épül, amelynek célja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság. A projekt 3,7 milliárd forintból valósul meg. A városvezetés elkötelezett a károsanyag kibocsátás csökkentésében és a zöld energia hasznosításának erősítésében, fejtette ki Békés Csaba polgármestere. Szarvas Péter elmondta, hogy ezért dolgozták ki azt a komplex energetikai programot, amelynek része a Smart Grid rendszer első üteme. A kivitelező a vívócsarnok melletti területen 2600 napelemet rögzít. A helyszín kiválasztását az indokolta, hogy itt állt rendelkezésre önkormányzati terület, illetve itt van, illetve lesz majd olyan energiafogyasztó sportlétesítmény, amely tudja majd a lényegében ingyen, vagy ha nem is ingyen, olcsón előállított villamos energiát hasznosítani. A városi sportcsarnok, az új multifunkcionális sportcsarnok és reményeink szerint majd a sportuszoda is. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az olcsóbban megtermelt napenergia mellett a kibocsájtott széndioxid csökkentése is fontos célja a beruházásnak. Megújuló energia hasznosítására sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, mint az a közelmúltban volt. Ugye. Részben ennek is tudható be, hogy a klímavédelmi akcióterv például, amit ebben az esztendőben fogadott el a Magyar Parlament, meg kívánja hatszorozni néhány éven belül, 10 éven belül a napenergia használatát. A Smart Grid rendszer első ütemében további zöld beruházásokat hajtanak majd végre. Lesznek ebben a komplex beruházás csomagban majd olyan egyéb típusú energetikai beruházások, mint a geotermia, a közlekedés, intelligens közlekedési beruházások megvalósítása, de akár a világítás energetikai kor, közvilágítás energetikai korszerűsítése is része ennek az egész komplex energetikai beruházásnak. A vívócsarnok területén a napelempark mellett létrehoznak majd egy a napenergia tárolására alkalmas technológiai központot, illetve egy látogató központot is, ahol bemutatják, hogy hogyan lesz a napenergiából villamos energia. A tervek szerint a napelempark építése még idén decemberben befejeződik, ezt követi a 2 hónapos próbaüzem. A Békés megyei önkormányzat közgyűlése ülése lett csütörtökön a Békés megyei kormányhivatal épületében. A korábban a megyeházán zajló tanácskozás helyváltoztatását a pandémia indokolta. A testület többek között a megyei ipar és agrárgazdasági kamara munkáját, valamint a munkaerőpiaci és környezetvédelmi helyzetet, illetve a megye közúthálózatának állapotát értékelte ki. A Magyar Falu 2020 forrásban, saját kivitelezésben, 8 helyszínen, durván 22 km hosszan, 360 millió forint értékben tudtunk beavatkozni. Ez a 22 km ez nem konkrét beavatkozás jelent, hanem úgynevezett járhatóvá tételt. Az ülést a közgyűlés elnökének beszámolói zárták. Zalai Mihály a Klímavédelmi Szövetség munkáját, a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíjrendszert, illetve egy korábban elnyert Békés megye egészségügyi fejlesztését célzó Interreg pályázat új felhasználási módját összegezte. Orvosi, kórházi műszerbeszerzésre szeretnénk fordítani azt a 3 milliárd forintot, nagyjából 3 milliárd forintot, amely korábban más célra volt előirányozva. Azt gondolom, hogy mivel ez egy gyorsan lebonyolítható projekt, olyan elsősorban diagnosztikai eszközöket, modern diagnosztikai eszközöket tudnak majd beszerezni a kórházaink, a Békés-megyei Központi Kórház Gyulai és Csabai telephelye, illetve az Orosházi Kórház, amely a koronavírus járvány elleni védekezésben is jó szolgálatot tehet.
Az elnök szerint a vírus helyzet mellett a klímavédelem továbbra is kiemelten fontos terület. A megyei önkormányzatok ezért is csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen általuk a legkisebb települések is részt vehetnek a különböző energetikai pályázatok által biztosított korszerűsítési munkákban. Idén is elkészült a Kárpát-medencei Nemzeti Összetartozás pálinkája, ami magyarországi és határon túli pálatokból állt össze. A pálinkákat egy Gyulán már hagyománynak tekinthető ceremónián öntötték össze. A díszes palackokba töltött italt többek között a közjogi méltóságok kapják majd ajándékba. A kezdeményezés 3 éve indult el. A fesztivál szervezői akkor döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy olyan szimbólumot, amely a nemzeti összetartozást erősíti és hirdeti. Én azt gondolom, hogy a nemzeti összetartozás évében különös jelentőséggel bír az esemény, hirdeti összetartozásunkat. Minden magyar háztartásban a pálinka, a kenyér, a bor mindig megtalálható volt nekünk, mint a Pálinka Fesztivál szervezőinek, mint a Hungarikum pálinkának a népszerűsítőjének. Nekünk úgy gondoltuk 3 évvel ezelőtt, hogy van egy feladatunk, hozzunk létre valamit, amire méltán lettek büszkék az unokáink is, és nyilván mi is. Gyula polgármestere kiemelte, hogy az összetartozás pálinkája azt jeleníti meg, hogy a Kárpát-medence minden pontján minőségi pálinkák készülnek. Azt gondolom, hogy ez is, mivel a pálinka kultúra egy a pálinka hungarikum, klasszikus nemzeti kultúránk része, ezért úgy gondolom, hogy nagyon szépen kifejezi a nemzeti összetartozásunkat, hiszen a gasztronómia Kárpát-medencében a magyar lakta területeken mindig felismerhető nemzeti jellegekt ölt. Dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a Kárpát-medence számos pontjáról küldtek pálinkákat, de Békés megyéből érkezett a legtöbb felajánlás. Legalább 5 országból, vagy többből érkezett, ugye Kárpátaljáról, Romániából, Szlovákiából, Horvátországból, Vajdaságból érkeztek párlatok. Különbözőek egyébként, nagyüzemi főzésűek, kisüzemiek, illetve magánfőzők is küldtek. A idei évben a körte, tavaly ugye a barack volt a választott pálinka féleség, most körtéből küldött mindenki. A ceremónia végén összeöntötték a felajánlott párlatokat. Az italt Kovács Péter római katolikus esperes plébános szentelte meg. A díszes palackokba töltött italt többek között a közjogi méltóságok kapják majd ajándékba. A magyar népmesség formavilágát és nyelvezetét idézi fel a Békés Csabai Jókai Színház és a Viharsarok Táncszínház közös produkciója. A Holló Jankó című mesejáték rendezője elmondta, azon dolgoztak, hogy modern formába öntsék a klasszikus népmesét. A különböző helyszíneket ezekkel a mozgásokkal, illetve ezeknek a díszletelemeknek az összepakolásával fogja jelezni. Lenkefi Zoltán, díszlettervező, a Holló Jankó című mesetáncjáték olvasópróbáján mutatta be a mobilitáson alapuló díszlettervét. Nagy Erika elmondta, hogy több kapcsolódási pont van saját személyisége és a megformálandó karaktere között. A színművész egy gyermeket nevelő anyát visz színpadra. Aki ugye megtalál egy kis csecsemőt, és gondozásába veszi, fölneveli, aztán ugye útnak engedi, útnak ereszti, és hát az életben is édesanyja vagyok, és itt ugye a Holló Jankó lesz az én fiam. A közönség a magyar népmesék formavilágával és nyelvezetével találkozhat majd a mesejátékban. Az egységes népművészeti hatás érdekében a táncok a magyar néptánc mozdulatvilágából merítenek. A jelmez és a díszlet a népművészeti motívumok forma és színvilágát követi. Ez a két különböző karakter, amiről beszélünk, ez egy nagyon bohém, egy vándorló cigánybanda, a másik pedig egy nagyon kötött, egy elegáns francia barokk királyi udvar. A magyar népzenei alapokra épülő kísérőzene a hangszerek széles tárházát vonultatja fel. Próbáltuk a mai kor gyermekei számára is közelebb hozni ezt a történetet, és addig csavartuk a sztorit, amíg egyre több varázslat és mágia került bele. Ha csúnyán akarom mondani, akkor eljutottunk egy kicsit a magyar Harry Potter szintjére. A mágikus táncjáték ősbemutatóját október 8-án láthatja a közönség.
Régi új kötetét mutatta be Szurovec Kitti a Békés megyei könyvtárban szerdán. A Békés Csabai kötődéssel is rendelkező író munkásságában komoly szerepet kap a romantika mellett a lélektan is. A gyomaendrődi származású író, újságíró korábban Békés Csabán is dolgozott. Első könyve a Smink nélkül újrakiadása kapcsán tart közönség találkozókat országszerte. Ez a sok történet gyűlt bennem, és egy idő után összeállt egy ilyen fikciós történetté. Az első könyvem, a Smink nélkül című regény, az egy televíziós tehetségkutató kulisszái mögött zajló szerelmi bűnügyi történet, amit egyébként idénre a 10 éves évfordulóra, mert pont 10 éve jelent meg az első kötet, felújítottam, átírtam, átdolgoztam, kijavítottam, és itt tartom a kezemben ez a Lilla titka. A regényekben mindig fontos szerepet kap a lélektan. Ezek az írások arra hivatottak, hogy a pszichológiát egy dramaturgiai cselekménybe ágyazva segítsenek az olvasónak a káros kapcsolati minták vagy problémás személyiségjegyek felismerésében, tette hozzá a szerző. Változtattál valahol a történeten? Vagy változott a könyv hosszában, tömörségében? Esetleg került-e bele valami olyan titok, ami eddig nem volt benne? Szurovec Kittivel férje, Kiszel Péter beszélgetett a megyei könyvtár pódiumán. A találkozón szó esett az írói karrier kezdeti nehézségeiről, a könyvkiadásról és a regények hátterét adó, sok esetben valódi történetekről is. 128 csapat mérkőzik meg a MOL Magyar Kupa 2020-2021-es szezonjának főtábláján, és próbálja meg kivívni a továbbjutást. Köztük a szezonban még mindig veretlen Békés Csaba 1912 előre is. Az MB2-es együttes a harmadosztályú Váccal játszik szombaton. Az új szakmai stáb a héten még nem vette át a Békés Csaba irányítását, de Preisinger Sándor vezetőedző és a segítője Tököli Attila a helyszínen tekintette meg a csapat pénteki edzését. Az előre a szombati Magyar Kupa mérkőzésre készül, a gárda az MB3-as Váchoz látogat. Egy fiatal, lendületes, kreatív játékot szeretnénk nyújtani a pályán. A Vác csapatát nem szabad lebecsülni, hiszen tavaly MB2-be ugyan kiestek, de például itthon 0-0-ás mérkőzést játszottunk, és vértverítéket izzatva nem tudtuk feltörni az ő kapujukat. Ezért én egy nagyon brusztolós és kikimecsre számítok, és biztos vagyok benne, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés. Az együttes az NB2-ben egyetlen csapatként még mindig veretlen és a második helyen áll, azonban a szakmai stáb célja, hogy tartalékolja az erőforrásokat. A kupa meccsen elsődlegesen azok a játékosok jutnak szerephez, akik eddig keveset vagy egyáltalán nem játszottak. A kaput majd Krünács Rihárd védi, aki a szezon elején Uram János sérülése és Ribánszki László távozása miatt került fel az első csapathoz a második együttesből. Igen, felkerültem, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Hát szeretnénk megőrizni a veretlent, és nyilván tovább szeretnék jutni a kupában is, és jól szerepelni. A Vác és a Békés Csaba Magyar Kupa mérkőzése szombaton 15 órától kezdődik a zuglói BVSC stadionban. Első pontjának, pontjainak megszerzésére készül, de nehéz helyzetben van a Békés Csabai előre NKS-e az MTK elleni MB1-es bajnoki mérkőzés előtt. A csapat keretéből többen is megsérültek, ráadásul egyik kölcsönjátékosát is elveszítette az együttes, mivel Vámosi Pannát visszarendelte a Debrecen. A Békés Csabai előre NKS-e szerdán a Ferencváros otthonában szenvedett 37-18-as vereséget a női kézilabda NB1 negyedik fordulójában. Vida Gergő csapatának a Bajnokok Ligája szereplő riválissal szemben főként a tisztes helytállás lehetett a célja, de a szombati MTK elleni összecsapáson már több esélye van a pontszerzésre. A fővárosi kékfehérek 3 lejátszott meccs után 2 ponttal a 9-ek, mérlegük 1 győzelem és 2 vereség. Videózni azt majd csak most fogunk, ma már volt egy reggeli edzésünk, ugyanúgy készülünk az MTK-ra, mint eddig a Fradira vagy a Debrecenre. A Békés Csabának nincs könnyű dolga, hiszen szűk a játékos kerete, rengeteg a fiatal, ráadásul a Debrecenből kölcsönbe érkező Vámosi Pannát a héten visszarendelte a hajdúsági klub.
A csapat edzője elmondta, a bajnokság lebonyolítása is megnehezíti a dolgukat, hiszen 3 naponta meccset játszanak. Fábián Csaba hozzátette, nem csak náluk, hanem a többi együttesnél is megszaporodott a sérültek száma. Nem mi vagyunk az esélyesek, de hogyha tudnánk azokat a negyedórákat, meg azokat a második félidőket egész mérkőzésre átvinni, amelyek jellemzik a jelenleg a csapatnak a játékát, akkor megnehezíthetjük az MTK-nak a dolgát. A szakmai stáb szombaton már számíthat Fodor Bottó Rózsa játékára, de a többi sérültet az ifjúsági csapatból kell pótolnia. Az MTK elleni összecsapás 18 órától kezdődik a budapesti elektromos csarnokban. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!